Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Elérkeztünk a kettes számú laphoz, a főpapnő lapjához ebben a videósorozatban. Még 20 nap van karácsonyig, illetve 20 tarókártyalap van, amin végig fogunk menni a jelentéseken. Mielőtt elkezdenénk, szeretném megköszönni nektek a figyelmet, illetve a sok feliratkozást, a visszajelzéseiteket, azt, hogy nagyon sokan jelentkeztek hozzám egyéni iránymutatásra. Ez a bizalmat közvetíti felém, és ezt szeretném megköszönni, nagyon hálás vagyok érte. Ha szeretnétek jelentkezni, akkor a videó alatti e-mail címen tehetitek meg, illetve a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Facebook oldalon keresztül. Decemberben érdemes követni a Facebook oldalt, mert sok kedvezménnyel készülök. Most 11-jéig a párkapcsolati részletes elemzést vehetitek igénybe kedvezménnyel, hogyha aktuális nektek, akkor várom sok szeretettel a jelentkezéseteket. Ha még nem iratkoztatok fel a csatornára, és tetszenek a videók, akkor azt szeretném kérni, hogy a feliratkozás gombbal tegyétek meg. Ebből is látom, hogyha hasznos, amit itt a YouTube-on csinálok. Nézzük meg a főpapnő lapját. A főpapnő a második nagy árkánum lap. Az egyes számból, az egységből megteremtődik a kettes, vagyis létrejön a kettősség, ami a földi létre jellemző, a dualitás. A jó és rossz, a sötét és világos, az aktív és a passzív, a férfi és a nő, és sorolhatnánk még a sok-sok ellentétet, amiből a fizikai világunk felépül. Ezt a kettősséget mutatja a főpapnő lapja, még a mágus az a férfias kiáradó energiát képviselte, illetve hát a nap tartozott hozzá az egyes számhoz, addig a főpapnő a lágy női energiákat szimbolizálja, és a hold tartozik hozzá, ahogy az meg is látszik, mint szimbólum a fejdíszén. A főpapnő a szűz archetípusát jeleníti meg. Előtte van egy könyv, ami a titkos tudást jelképezi, a bölcsességét jelképezi, behuny szeme a befelé fordulásra utal. Kezében van egy kulcs, az pedig azt mutatja, hogy azt a tudást, amit ő megszerzett, a mély bölcsességet, hogy használni is tudja. A fátyol a titokzatosságát szimbolizálja, a hold pedig, ahogy már említettem, itt a fejdíszén, a különböző formáiban van ábrázolva, ez a holddal való kapcsolatát jelképezi. A hold az mindig a nőiesség szimbóluma, a női létnek a ciklikus változékonyságát is megláthatjuk benne, illetve ebben az esetben azt jelenti, hogy még nincs egységes álláspontja a főpapnőnek. Még ismereteket kell gyűjtenie, még változékonyságot jelent a hold megjelenése a kártyán. Ezen a kártyán itt víz veszi körül, ami az érzésekre, érzelmekre is utal, a mély érzésekre, illetve a megérzések mélységét is jelzi. A kék szín szintén az érzéseket jeleníti meg, illetve az intuícióra, az érzelmek fontosságára is utal. Nyugalmat, harmóniát, a megérzéseknek a nagy erejét is kifejezi. A főpapnőnek titkok állnak rendelkezésére, a titkos tudás, de az többnyire ő megtartja magának. Nem beszél róla. A holddal való kapcsolata, ahogy említettem, a változékonyságát is tükrözi. Ez azt is jelenti, hogy sokszor még ő sem teljesen biztos dolgokban,
ezért megfigyel, információt szerez, tanul, és nem formál véleményt egészen addig, amíg abban nem hisz teljes meggyőződésből. Mindig vannak médiumi, gyógyítói képességei, még sokszor a környezete sem tud róla. Titok övezi, titokzatosság lengi körül, a fátyol is ezt jelzi, hogy nehéz az ilyen típusú embert kiismerni. A nyakában egy kereszt van, az azt tudatja, hogy fontos számára a hit és a spiritualitás, összeköttetésben van az égi világgal. A tetteit mindig a megismerés iránti vágy motiválja, hogy ne csak a létező valóságot, hanem a látszat mögötti mélységes okokat is meg tudja ismerni, és ezzel tudja gyarapítani a bölcsességét. A véleményét sokszor nem mondja ki, ezért kiismerhetetlen, viszont igen mély érzései vannak, nagyon empatikus és intuitív. A kártyához a bölcsesség erénye tartozik, illetve nagyon nagy megfontoltság és türelem is jellemzi. A főpapnő az közvetítő, a fizikai látható és az égi láthatatlan világ között, nagyon türelmes, empatikus, megbocsátó, és gyógyítói képességeit tudja is használni. A tudatalattink titokzatos világát is jelképezi ez a kártyalap. Ez sokszor kiismerhetetlen a számunkra, viszont nagyon nagy segítség lehet, hogyha mögé tudunk nézni, a fátyol mögé, vagyis a tudatalattinkba be tudunk tekinteni. Sokszor a főpapnő sokkal többet lát, mint amit elárul, de a titkait megtartja magának. A mai napon ez a kártya azt tanácsolja, hogy hallgassa megérzéseidre, ne beszélj arról, amiben még nem vagy teljesen biztos. Keresd a dolgok mélyebb értelmét és összefüggéseit. Nem biztos, hogy az, amit látsz magad előtt, hogy az teljes mértékben a valóságot tükrözi. Gyűjts tudást és információt, és mindeközben hallgass a megérzéseidre. Azok most remekül tudnak működni és irányt mutatni. Ez a kártya mindig jelképezi a női erőt is, a női ösztönöket, amik nagyon sokszor megmagyarázhatatlanok, még saját magunk számára is. Figyelj most ezekre a megérzéseidre. Légy nagyon türelmes, és semmiképpen ne hozz addig döntést, amíg teljes mértékben biztos nem vagy az adott dolog helyességében. A kártya azt is tanácsolja, hogy légy diplomatikus. Ha kérdezik a véleményedet egy adott helyzetben, akkor jobb, hogyha nem mondasz ítéletet. A mai napon olyan információk is a rendelkezésedre állhatnak, amik esetleg eddig titokban voltak. Légy csendes megfigyelője a történéseknek, ne akard befolyásolni most a dolgok menetét. Azt is mondhatnánk, hogy hagyd, hogy megtörténjenek nélküled, a te közbenjárásod nélkül az események. Aztán fontos figyelmeztetése a lapnak, hogy ne oszd meg még a véleményedet senkivel. Előbb hagyd, hogy minden információ a rendelkezésedre álljon. Ha kérdéseid merülnének föl azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább, akkor magadban keresd a válaszokat. Ez a kártya mindig azt jelenti, hogy ott fogod megtalálni. Lehet, hogy lelked mélyén már tudod is a válaszokat, de abban még nem teljesen tudsz megbízni. Még lehet, hogy kétségeid vannak, de bízz
az ősi tudásban, bízz az ösztöneidben, és akkor ezeket a kétségeket fel tudod számolni magadban. A főpapnő mindig tisztában van azzal, hogy nem egy meghatározott út van előttünk, számtalan módon valósulhat meg egy adott dolog, nem megváltoztathatatlan semmi a Földön, ezért mindig kíváncsi tudásszomjal viszonyul a történésekhez. Hát tette is ma ilyen módon a dolgodat. A kivárás lapja ez a kártya, vagyis ne akarj azonnal megvalósítani mindent, várd ki türelemmel, amíg megérnek a külső körülmények is arra, hogy mindent meg tudj tenni az ügy érdekében. Vezessenek a megérzéseid és belső bölcsességeid a mai napon, bízd meg bennük, és nyugodtan merd használni is. Várd ki a dolgok alakulását, figyeld, hogy ki hogyan viszonyul az adott szituációhoz, és ne higgy a látszatnak. Akár régi titkokat is feltárhat előtted a mai helyzet, és a tudatalattid mélyén levő dolgok is feljöhetnek. Főleg akkor, hogyha törekszel arra, hogy megismerd azokat a mélyen rejlő motivációkat, mozgatórugóidat, amik szerint cselekedni szoktál. Figyelmeztetés is ez a kártya, hogy tartsd meg az egyensúlyodat, hiszen a víz a kártyán azt jelképezi, hogy kibillenhetsz, hangulatingadozásaid lehetnek, figyelj oda, hogy megőrizd egyensúlyodat. Csendesedj el, meditálj, spirituális utaddal foglalkozz. A negatív oldala ennek a kártyának, hogyha nem tudsz hallgatni a megérzéseidre, ha úgy érzed, hogy teljesen bizonytalan vagy, ha gyötrő kétségek kínoznak, ez mind-mind a negatív oldala a főpapnőnek. Ha sietteted az események haladását, ha nem tudsz türelemmel várni. Ha ezt érzed magadban, akkor törekedj minél jobban arra, hogy ezeket az érzéseket kordában tartsd magadban. A kártyának a fő megerősítő mondata az lehetne, hogy bízom a megérzéseimben, úgy fogadom az eseményeket, ahogy jönnek, hagyom történni a dolgokat. Ez legyen a mai napra a fő vezetés. Minél többet foglalkozz saját magaddal, az érzéseiddel, fordulj befelé, ne erőltesd a cselekvést, most a türelemmel tudod tenni a legtöbbet. Nagyon szép napot kívánok nektek! Azt, hogy meg tudjátok találni magatokban a főpapnő bölcs erényeit, a főpapnő bölcsességét. Köszönöm szépen a figyelmet, és további csodaszép napot kívánok!